Fedezd fel a mi világunkat! A Nyíregyházi Állatpark izgalmas mindennapjai. Zoo TV. A gyűrűs farkú makikat, vagy más néven kattákat szinte mindenki ismeri. A Madagaszkár című animációs filmből is ismert állatok könnyen felismerhetőek hosszú, gyűrűs mintázatú farkukról, innen a magyar nevük is, amelyet járás közben magasra emelnek. Madagaszkár déli és délnyugati részén fekvő erdőkben honosak, s a többi félmajomhoz képest sokat tartózkodnak a talajon. Szociális struktúrájuk egyedülálló az emlősök körében, ugyanis az ivarérett nőstények dominánsak a csapat hímjeivel szemben. Mivel meghatározott a szaporodási időszakuk, a kölykök általában egy időben születnek. Az apró kis állatok, melyek leginkább mesebeli manócskákhoz hasonlítanak, 4,5 hónapnyi vemhesség után kék szemmel jönnek a világra, de szemük pár hét után élénk sárga színűvé változik. Míg eleinte anyjuk hasán csimpaszkodva töltik mindennapjaikat, egy hónaposan már a felnőttek hátán lovagolnak. 5 hónapos korukig anyatejjel táplálkoznak, de 2 hónapos koruktól már szemezgetnek a gyümölcsökből, zöldségekből, hajtásokból és levelekből is. A csoport minden nőstény tagja részt vesz a kicsik nevelésében, sőt, az anyák egymás között is cserélgetik a kölyköket. A katták általában egyetlen utódot hoznak a világra, de az ikerszülés sem ritkaság. Itt a Nyíregyházi Állatparkban élő tenyész csapatban is több ízben született már ikerpár. Mint minden félmajom esetében, náluk is fontos szerep jut az illatanyagoknak, a vizuális kommunikációs jeleknek, úgy mint a testtartások és arckifejezések, valamint a vokális, hangokkal történő kommunikációnak. Az egyik legszembetűnőbb társas viselkedésük a közös napfürdőzés a kora reggeli órákban. A gyűrűs farkú makik a vendégek nagy kedvencei is, így az egyik aglegényekből álló csapat közé vendégeink is besétálhatnak.